Szüneten vannak a Talentum Ovisok, innovatív lehetőségek a digitális világ tükrében, segítség a kormány részéről, újabb belterületi utak újulhatnak meg. Jó estét kívánok! Önök a nagypontsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. augusztus 18-án 18 óra 5 perckor. A Karthagi Nagykun Református Általános Iskola Talentum óvodájában beszélgettünk Földváriné Simon Ilona igazgatóasszonnyal, miközben még önfelettel játszottak a kicsik az óvodai szünet előtt. Augusztus 22-én hétfőn fognak újra nyitni, és nagy szeretettel várják majd a szülőket és a gyerekeket a második nevelési évre. Augusztus 22-én egy hétfői napon fogunk újra nyitni, és akkor nagy szeretettel várjuk a szülőket, hogy hozzák a gyerekeket, nyilván hozzák, és akkor ráhangolódunk a második nevelési évünkre. Az első nevelési év a fenntartó testület az óvónők véleményét is kikérve jobb volt, mint amire számítottak. Ahogy az igazgatónő fogalmazott, mindenki nagyon akarta, hogy ez az év és a következő évek is nagyon jól sikerüljenek. Összegezve azt tudom elmondani, hogy, és nem a magam nevében, hanem a fenntartó testület nevében és az óvónők véleményét is kikérve, hiszen a értekezletet megtartottuk, hogy az első nevelési éve ennek az óvodának, ennek a tagóvodának jobb volt, mint amire számítottunk. Azt kell elmondani nagy örömmel, hogy mindenki nagyon akarta, hogy ez az év és a következő évek is nagyon jól sikerüljenek. Az óvodából átvett óvónők és munkatársak nagyon akartak bizonyítani, nagyon kiváló szakemberek, jó emberek, nagyon szeretik a gyerekeket, és tényleg ez a bizonyítás, ahogy a tanévzáró ünnepségen is elmondtam, ez nagyon jól sikerült nekik. Tehát ez a nevelési év, ez egy remek első év volt. A második nevelési évünkben bővülni fogunk, egy csoporttal fogunk bővülni, tehát összességében 4 óvodai csoportunk lesz itt a Talentum óvodában, 2 kis csoportot tudunk indítani, és a negyedik csoportszobának a berendezése tart most jelen pillanatban. Minden bútort, minden játékot már megvásároltunk a nevelési év során. Arra várnak, hogy szétrakjuk és a helyére kerüljenek ezek a bútorok, illetve játékok. Úgy szerveztük a tanévet, nevelési évet, illetve az iskolában is a tanévet, hogy nem volt megállás. Tehát az óvodában volt egy hét tábor, ami kimondottan ilyen tábori jellegű feladatokkal oldottuk meg, de ezen túlmenően még 2 olyan hetet terveztünk a gyerekeknek. Az egyik a gyerekeknek egy ilyen színes gyerekhét program, a másik hét utána következő hét pedig a Te érted hetet címet kapta, és a tematikusan építettük fel a napokat, a napokban a programokat, a pénteki napon kirándulást szerveztünk a gyerekeknek mind a 2 hét alkalmával, tehát én azt gondolom, hogy nem egy gyerek megőrzésről van szó, én erre kimondottan figyeltem. Hát nyilván az is fontos, meg az is kell, de nekünk az a célunk, hogy minden nap úgy menjen haza a gyermek, hogy valami élménnyel, valamit el tudjon mesélni a szülőknek, hogy ebben az óvodában mindig történik valami jó, valami csoda jó, mint ahogy mondják a szülők, hogy az iskolában is minden nap történik valami. Tehát ezt próbáljuk jó értelemben, idézőjelben beoltani ebben a óvodában is, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült.
Ahogy jöttem be az ajtón, láttam, lehet, hogy nem ma készültek, de sógyurmák vannak ott az ajtó mellett kirakva, tehát gondolom, hogy ezek is most készülhettek. Igen, a múlt héten pénteken készültek, volt egy ilyen tematikus napunk is, és akkor úgy a gyerekek készítették ezeket a kis munkákat, amit a Tőkis Kerámia felajánlott, hogy ki is tudnak égetni, és akkor a gyerekek hazaviszik. Azt hiszem, hogy ezek majd szép emlékek lesznek 10-15 év múlva a szülők, nagyszülők számára, hogy ezt még az óvodából hozta haza a gyermek. Én azt kívánom, hogy akkor ez alatt a bezárás alatt a itt dolgozó óvodapedagógusok is töltődjenek föl, és akkor újult erővel kezdenek neki a következő nevelési évnek. Igen, én is mindenkinek jó egészséget és jó pihenést kívánok. A MIEU-ból átvett óvónők és munkatársak is nagyon akartak bizonyítani. A Nemzeti Tehetségprogram keretében a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács által megvalósított projekt a Tehetséggondozás innovatív lehetőségei a digitális világ tükrében címmel. A miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és a határon túli tehetségsegítő tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatására a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács pályázatot nyújtott be NTP-HTTS-21-0012 azonosító számon a Nemzeti Tehetségprogram keretében a Madarász Imre Egyesített Óvoda irányításával. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 2 millió 97 ezer forint. A pályázati program célja a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács területén működő tehetséggondozói hálózat hatékony együttműködésének bővítése, a jó gyakorlatok széles körben való megismertetése, a tehetségekkel foglalkozó pedagógusok együttműködésének támogatása, a meglévő jó gyakorlatok térségi szinten történő bemutatása, bevezetésének támogatása. A tehetséggondozó szakemberek új módszerekkel ismerkednek meg, amelyeket saját mindennapi gyakorlatukba beépítenek. A tehetséggondozó pedagógusok számára szervezett team munka, esetmegbeszélés online formában valósult meg, a tehetséggondozó műhelyek folyamatos működtetéséhez, fenntarthatóságához, a digitális világ lehetőségei, az élmény és felfedezés központú komplex tehetséggondozó program megvalósításához nyújtatott támogatást. Csökken az ECHO, devizában is fizethető a társasági adó. A magyar vállalkozók és vállalkozások támogatása érdekében több kedvező adóváltozásról döntött a kormány. Szerdán jelent meg a két erről szóló kormányrendelet. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az ECHO mértéke 13% ponttal csökken, szeptembertől ugyanis megszűnik az úgynevezett kifizetői ECHO, közölte a pénzügyminisztérium. A Karcag Televíziónak eljuttatott közleményben azt írták, különösen megéri az ECHO-t választani szeptember 1-től az előadó művészeknek. A háborús gazdasági helyzet miatt a cégek adófizetését is egyszerűsíti a kormány, hiszen a társasági adót nem csak forintban, hanem dollárban vagy euróban is megfizethetik. Akinek nem felel meg az új kata, vagy azt nem választhatja, számos kedvező adózási mód áll a rendelkezésére. Az egyéni vállalkozóknak az általányadózás, a cégeknek a kisvállalati adó lehet alternatíva. A kedvezőbbé váló szabályok miatt a művészeknek pedig az ECHO lehet a legjobb választás. Tavaly még mintegy 41 ezeren ECHO-ztak, de szeptembertől ez a szám jelentősen megnőhet, írta a pénzügyminisztérium. Ismertették, szeptember 1-től csak 15% lesz a fizetendő ECHO mértéke. Ezért az íróknak, az újságíróknak, az előadóknak, a művészeknek, illetve az előadásokban segítkező szakmák képviselőinek, például hangmérnökök, díszlettervezők, statiszták, sminkesek, jelmezkészítők megéri az ECHO-t választani. Nem csak az adóteher alacsony, hanem az adminisztráció is. Az érintettek ECHO-s jövedelme ugyanúgy szerepel az adóhivatal által készített bevallási tervezetben, mint a munkaviszonyból származó jövedelmek. Ezért az ECHO-soknak nem kell papírmunkával bíbelődni. Ezt a terhet az adatot szolgáltató kifizetők leveszik a vállukról, ismertették. Az ECHO-t normál foglalkozás mellett évi 60 millió forintos bevételig választhatják az érintettek, feltéve, hogy a minimálbérig normál módon
módon megtörténik az adó- és járulékterhek megfizetése. Viszont ha például a zenész jövedelme az éves minimálbért nem éri el, mert például csak 4 órában foglalkoztatják, akkor az EQ-s bevételt arányosítani kell, így esetében az éves bevételi határ 30 millió forint. Megjegyezték, a most megjelent kormányrendelet a katás cégek áttérését is segíti. Egyrészt eltörli a könyvvizsgálati kötelezettséget a katás cégek esetében. A közkereseti társaságok, a betéti társaságok, az egyéni cégek és az ügyvédi irodák a kata megszűnésével átkerülnek a számviteli törvény hatája alá. Az érintettek azonban ezentúl mentesülnek a nyitómérlegű könyvvizsgáltatási kötelezettsége alól. Ezzel könnyebbé válik az adminisztráció, és a könyvvizsgálat költségét is megspórolhatják. A másik könnyítés a katás cégek korlátlanul felelős tagját, jellemzően a betéti társaságok beltagját érinti. A katás cégnek nem kell megvárni a cég egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetését, mert már az egyszerűsített végelszámolás bejelentésének a napjától nyilvántartásba lehet venni egyéni vállalkozóként a korlátlanul felelős tagot, beltagot. Így a katás betéti társaság beltagja akár már a rendelet kihirdetését követően általány adózó egyéni vállalkozó lehet, áll a közleményben. A háborús gazdasági helyzet miatt a kormány gazdaságvédelmi intézkedésként arról is döntött, hogy a társasági adó euróban vagy amerikai dollárban is megfizethető. A magyar társasági adó Európában a legalacsonyabb, 9%, amely jelentősen hozzájárult eddig is a magyar gazdaság növekedéséhez, és jelenleg is hozzájárul a gazdaság védelméhez. A mostani változás nagy könnyebbséget is hozhat, jellemzően azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A cégnek csak annyi a teendője, hogy ezt előzetesen bejelenti az adóhivatalnak. Ha ezt az adófizetési módot választja a cég, akkor az erről szóló űrlapot az adóév első napját megelőző hónap első napjáig nyújthatja be. Az elutalt euró vagy amerikai dollár összege az utalással érintett bankszámla megterhelésének napja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett árfolyammal számított forint összegben kerül jóváírásra az adózó adószámláján. A bejelentést már a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében is megtehető, ismertette a pénzügyminisztérium. Az egyes egyszerűsített közteherviselés lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022 8. hó 9-i kormányrendelet, illetve a társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022 8. hó 9-i kormányrendelet a 134. számú magyar közlönyben jelent meg, amely a www.magyarközlöny.hu címen érhető el. Karcagvárosi önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Zöldfa utca, illetve a Szivárvány utca, Vasút utca és Pap Béla utca közötti szakaszok felújítására. A Terület és Település Fejlesztési Operatív Program Plus keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága felhívást tett közzé belterületi utak fejlesztése címmel TOP+2.2.3/21 kódszámmal. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a település üzemeltetés, annak keretében többek között a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. A pályázati felhívás fő célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedés biztonsági célú fejlesztése, a település központ vagy a település közintézményeinek közszolgáltatás nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a település központ tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében. A felhívás keretében az önkormányzati tulajdonú belterületi gyorsforgalmi utakhoz, elsőrendű főúthoz, másodrendű főúthoz, gyűjtőutakhoz, kiszolgáló, lakó és vegyes használatú utakhoz, valamint az országos közúttal közös, vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csomópontokhoz kapcsolódó
fejlesztések támogathatóak. Az igényelhető visszanemtérítendő támogatás összege maximum 250 millió forint. Az igényelhető visszanemtérítendő támogatás mértéke 100%. Karcagvárosi önkormányzat pályázatot kíván benyújtani. A Zöldfa utca, illetve a Szivárvány utca, Vasút utca és Papp Béla utca közötti szakaszának felújítására. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!